A 2022-es év egy különleges kaput nyit a környezet és klímaváltozásnak, emelte ki Sipos József. A növényorvos hozzátette, hogy a legnagyobb probléma az, hogy a talajban sajnos már nagyon kevés a víz, mint tartalékforrás. Méréseket hajtott végre az elmúlt hetekben Sipos gazda, amelyről be is számolt televíziónknak. 80 cm mélységben közel 15-20%-nyi az a vízkapacitás, amiből a növények gazdálkodhatnak. 80 centi. A felső talajrétegben szinte nem található víz, minimális. Növényeink nem kapták meg kiegyenlítve a nedvességet, a vizet. Ez rányomta a bélyeget a gabonáink állapotára, nem bokrosodtak. Alacsony szármagasságuk lett, rövid kalászok, és a nagy meleg hatására abortált, úgynevezett terméketlen kalászok alakultak ki, és ez is látható, hogy gyenge lett a hektoliter tömegük, tehát az a paraméter, ami azt jelenti, hogy mekkora a szemeknek a mérete, milyen a beltartalmértéke, ez alacsony, és a másik, ami nagyon lényeges, hogy hektára vetítve egynegyed termések alakultak ki. Kiemelte, hogy optimális időben tud a búza 10 tonnát is teremni. Ebben az évben Makó környékén 2-3, bizonyos helyeken még 4 tonna per hektáros termésátlagok alakultak ki átlagosan. Továbbá szó esett arról is, hogy a déli régióban marokkói sáskaraj jelent meg. A környezetváltozásunk hatására a déli légáramlattal különféle kártevő, károsítók jelennek meg, és ez a trópusi, szaharai jellegű meleg szél nem csak szárítja a növényeket intenzíven, hanem felhoz olyan kártevőket is, ami csak időszakosan, nagyon ritkán jelenik meg környezetünkben. Ez a szárazságnak a továbbvitele, hogy kicsit előre gondolkodunk, mit fog ez eredményezni, hova fog ez így haladni. Tudósok is, klímakutatók is leírják, hogy a Kárpát-medence rendkívüli módon az irányba halad, hogy gyepésedik, száraz, arid klíma alakul ki. Ez látható Csongrád, Békés, Bács és Hajdú-Bihar és Szolnok megye területén. Megfigyelhető, hogy a folyóink vízszintje is alacsony, homokpartok alakulnak ki a Tiszán, de a Maros is érintett ez ügyben. Nehéz sajnos öntözésre kiemelni a vizet, amely nagyban megnehezíti a gazdák dolgát. A szakember hozzátette, ha ez így halad, akkor a Kárpát-medence éghajlata egyre jobban Bulgáriáéra fog hasonlítani.